Babát vetköztet az egyik versenyző, ez is az egyik feladat a sok közül, amelyet meg kellett oldani a vármegyei döntőbe jutott résztvevőknek. A Kossuth Zsuzsanna Nemzeti Egészségügyi Szakképzési Versenyt tavaly rendezték meg először. Még novemberben az első fordulóban interaktív tesztet kellett jól megoldani. A 15 indulóból 9-en jutottak a vármegyei döntőbe. A későbbi tanulmányaim és a munkám miatt is jelentkeztem erre a versenyre. Úgy gondoltam, hogy nagy tapasztalatszerzés lehet. A Bugárd Pál Technikumban Mészáros Attila nyitotta meg a verseny második fordulóját. Az alpolgármester elmondta, a megmérettetés azért is fontos, mert szakképzett ápolókra van szükség az országban, így Fehérvár megyében is. Szeretném megköszönni a szakdolgozói kamarának, hogy minden évben az intézmények közösen megszervezi ezt a alulról felmenő országos versenyt, hiszen azt gondolom, hogy nyilván a fiatalok megméretetése mellett az is fontos célja ennek a versenynek, hogy rámutasson, hogy mennyire fontos az egészségügy szakmája, és hogy még vonzóbbá tegye a fiatalok számára, hiszen nyilván fontos, hogy szakképzett ápolók, orvosok és kiszolgáló személyzet is legyen, akár nyilván a Fehér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórházban, akár pedig az alapellátásban. A versenyt a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara hirdette meg. Az alapápolás, gondozás, elsősegélynyújtás alapismeretek témakörének második fordulóján egy komplex gyakorlati munkát kellett megoldani utasítások alapján. A cél leginkább az, hogy fejlesszük ezzel is a szakképzést, hogy elismerjük azokat a diákokat, illetve azokat a felkészítő tanároknak a munkáját, akik kimagasló teljesítményt nyújtanak, illetve hogy megmérettessük ezeket a fiatalokat szimulált munkakörnyezetben is, meg tudják mutatni a szakmai tudásukat. Szerda délelőtt országszerte mindenhol ugyanazokat a feladatokat kapták a diákok. Ezek között volt például a feladat végrehajtásához szükséges eszközök előkészítése, testtömeg és hosszmérés, a fejkörfogat, a mellkörfogat mérése, pelenkázás, öltöztetés, a csecsemő emelése, tartása, kommunikáció a gyermekkel, a szülővel.